és más hozzászólás van a képviselők részéről ez a napirendi ponthoz. Ha nincs, akkor áttérünk a harmadik napirendi pontra, és engedjék meg, hogy leüljek, lehet, hogy jól is helyülök. Most önök, az önök kérdései következnek, tehát még egyszer kérem, hogy röviden, 2-3 percben mondják el a kérdéseiket, hozzászólásaikat, és azt kérem, hogy közügyekben szólaljanak föl, egyéni ügyeket azt mondom fogadó órákon tudunk bármelyik képviselőtársam nevében is mondhatom ezt megbeszélni, illetőleg akkor még egy technikai kérdés, hogy akkor középre álljon ki, aki kérdést tesz föl, hogy mikrofon, ahol van még mikrofon. Kérdés, akkor köszönöm szépen. Hát nem, hogy ezek ötlet. És nem ártal esetleg kitenni a 20 kilométeres, 30 kilométeres sebességkorlátozó táblát is. A harmadik a Pilisi Csabai kormányra kapcsolatosan. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy elszűkült az újság. Igazából nincsen benne semmi. Ami van benne, azt általában minden lapszámban megjelenik, hogy beszámolsz elmúlt egy hónapról. Nem lehet ezt úgy megoldani, hogy a szakbizottságnak a vezetői számoljanak be az ő általuk végzett munkára. Szerintem sokkal szimpatikusabb lenne, mint hogy több mindig téged olvasták a lapban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor fordított sorrendben válaszolok a kérdésekre, hogyha megengedett. Fizsai polgárral kapcsolatban. Én nem tudom szűkülni az újság. A választási ígéreteimet sokszor számon kérik rajtam. Aki elolvasta a programomat, az látja azt, hogy én azt ígértem benne, hogy minden hónapban be fog számolni az elmúlt hónap munkájáról. Ezt biztos, hogy megtartom ezek szerint. A bizottsági elnököknek lehetősége van bármikor meg beszámolni a munkáról. Igen, nekik egy nyilatkozat nagyon csóválja a fejét a pénzügyi bizottság elnöke, de bármikor ezt megtehetik, szerintem meg semmi akadálya nincsen. A garant sétánynak a táblájával kapcsolatban egyetértek, ezt akkor át kell helyezni, erről nem te tudsz érdemben mondani. Ezt a Nádor erdő római útügyének pedig jobban utána fogok akkor nézni, ezt ígérem, hogy mit tudunk tenni ennek az ügynek az érdekében, de lehet, hogy valakihez is jobban hozzá tud szólni. Gyors válasz. A lapjelző vezet az 20 km/h jelent, tehát más tábla nem is lehet ott. Hangsúlyozni szokták és megjelenik, tehát azt vállalom, hogy hangsúlyozni fogjuk és meg fog jelenni a 20 km/h tábla. Hosszú távon azt tartanám szerencsésnek, hogyha valamilyen fajta fizikai jelen az útburkolaton megjelenne. Tudom, hogy nem szeretik sokan, de a fekvőrendőröknek például
ez az élete, hogy, hogy megmutatja fizikailag azt, hogy honnantól van lakópihenővezet. Egyébként a műszaki előírások is így rendelkeznek, tehát valamilyen fizikai elválasztó elemet használni kötelező ebben az esetben. Ugye, de nem mindenhol, főleg egy emelkedős útszakaszon nem nagyon szokták alkalmazni, mert ugye sikos időben még jobban megnehezíti a fölhajtás karancsatőre. De valamint megpróbálunk kitalálni valamit. Köszönöm szépen. Következő kérdező. Van-e következő válasz? Tehát ezt nem tettem azért mindenkitől egy rövid bemutatóra, tehát nevét. Endes vagyok, hogy a Lény utcából. Azt hiszem, hogy a Lény utca készen van. Hát igen, készen van. Az utat megemelték 30 centivel körülbelül. Ott kezdetnél van egy lésük csinált, amit rögzítettek homokkal, és ráfolyik a járdára. Volt egy átfolyó, azt betömítették, és esik az eső, a járdát nem lehet használni. És még egy kérdésem volna, hogy nem lehetne ott a kocsmó oldalon azt a dzsungult kipucolni, mert mindenki odaolja a szemetet, legyen ez közterület, és ezt először intézze a város, és utána lehet követelni a kocsmárosra. Mert ami ott van, az katasztrófa. Köszönöm szépen. Ja, a kocsma egy sajátos helyzetben van, hogy egy két utca is érinti, és mind a kettő rendben tartása a tulajdonos feladata. Tehát ez legyen tiszta mindenki előtt, és több figyelmeztetést is kapott, felszólítást kapott a tulajdonos, hogy rakja a rendet a területen. Ő maga, személyesen beszéltem vele ott a területen, azt mondta, hogy csináljuk meg mi. Hát ezt, hogy mondjam, tehát ráhatunk erre, hogy fölveszünk még embereket, és aki nem tartja karban, az előtt karban tartjuk, ennek az lenne az eredménye, hogy végig minden ház előtt az önkormányzatnak kell rendet tartani. Helyes. 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 Hát igen, de akkor azt kell látni, hogy akkor viszont 200 évre nyúlik ki a fejlesztés, de az Zrínyi utcán biztos, hogy nem tudjuk tovább folytatni a felújítását akkor. Tehát, hogy sajnos ez egy, tehát megtehetjük, hogyha erre külön kérés van, de mondom, ennek az lesz a hatása, hogy akkor mindenki előtt a végén az önkormányzatnak kell. Tehát vannak állampolgárok, akik nem tartják be a kötelességüket, hiába kapnak felszólítást, hiába megyek el személyesen, hanem ilyen választ kapok rá. Ez egy csomópont, mint a egyetértek, teljesen egyetértek. Meg az egy egész épület nem a céljának a használ, ott áll, egy bontott tégatelep van utána. Ezzel is egyetértek. Egyébként, ha minden igaz, akkor jegyző urat kerestek közelmódban a tulajdonos, szeretném megnyitni, és akkor reméljük, hogy ez a helyzet rendezni fogja ezt a kérdést is. A másik, tehát van még feladatot bőven az Zrínyi utcánál, ez nem kérdés, tehát ugye a járdát most fogjuk ott a környezetében képíteni, és akkor ezt is próbáljuk orvosolni, amit most elmondott. Az Zrínyi utca 800 méter hosszú. Igen, az Zrínyi utca 800 méter hosszú, én elmondtam, hogy a Levente. Igen, én a Levente, el is mondtam ezt a beszámolóban, hogy a Levente utcáig újítottuk föl, annak érdekében, hogy a szállás településhez be tudjuk kötni. Én nagyon szeretném, hogyha minél hamarabb folytatni tudnánk ezt, tehát nyilván, hogyha a jövő évben, azt tudni kell, hogy a kevés fejlesztési forrásunkat azt a megnyert pályázatok mellé kell tennünk, új óvodaépítéséhez, orvosi rendelő felújításához, stb. És az azt követő évben viszont neki kell ugranunk csatornaépítésnek, útépítésnek, tehát utána következnek ezek a fejlesztések. Tehát erre rá kell készülnünk mindenképpen a következő évtől. További kérdés. Parancsoljon. Zéger Péter vagyok, és van egy hozott kérdésem mástól, és van egy saját. A hozott kérdés az, én nem hallottam róla, állítólag felröppent a hír, hogy az egyetem van. Hogy az egyetem 2020-ig ki kell, hogy költözzön az épületből.
nem hallottam, de lehetséges, hogy van mögöttem valami, azt kérdezi az illető, hogy tud-e erről az önkormányzat, van ebben kapcsolatban valamiféle információ. A másik kérdés az pedig, ez minden ősszel felröppenő kérdés, és most is elég érdekesen zajlottak az események, bár a zöld bicske az most elég rendszeresen elszállítja a zöld hulladékot, viszont nincs zsák, amiben belepakolják az emberek, rengetegen szedik össze az utcán azoknak a fáknak a leveleit, ami egyébként nem az ő kertjükben van, hanem kint a közterületen, csak éppen nem tudják, hogy jobban rakják, illetve például a két templom előtt, a református templom előtt és a katolikus templom, a ligeti református templom és a ligeti katolikus templom előtt rengeteg zsák felhalmozva, amit senki nem kezel, nem tudja, hogy mi lesz. Köszönöm szépen a kérdést. Az egyetemmel kapcsolatban, igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, amikor beindult Gyuris Csabán 94. szeptemberében, akkor az ELTE-nek az egyetlen konkurense volt. Azóta számtalan helyen indult be bölcsészképzés, és azóta az is megtörtént, hogy csökken a lakosságszám, csökken a gyerekszám, és egyre kevesebb igény van a képzésekre sajnos, és hát nem is preferált annyira a bölcsészképzés mostanság a diákok részéről sem, és támogatás, a minisztériumi támogatási oldalról sem. Az egyetem valóban költözködik részben, tehát a hírben van igazság. Teljes megszűnés várható nincs, az én információm szerint teljes megszűnés nincs, azonban a Ródi Sándor utcában megvásárolnak egy telket, vagy meg is vették, ahol föl fog épülni egy új épület. A Szent Király utcában van a jogi kara az egyetemnek, és ez a telek ez összeér a jogi karnak az épület egységével, és hát az a tervük, hogy közösen, gazdaságosabban tudják használni a tornatermeket és egyéb közösségi termeket. Tehát nagyon sok képzés bizony be fog költözni Budapestre. A dékán úr, én ilyen két év vagyok polgármester, de a harmadik dékánt fogyasztom, és mindig újra kell kezdenünk az egyeztetéseket. A mostani dékán úr elmondta azt, hogy kutatást szeretnének Gyuris Csabára hozni, tehát dolgoznak azon, hogy funkcióval teljen meg az épület együttes, és információm szerint a kormányzat sem fogja hagyni, hogy az építést ők támogatták annak idején az első Orbán kormány alatt, hogy üresen hagyják ezeket az épületeket, tehát valamiféle funkcióváltással, de várhatóan működni fog a továbbiakban is az egyetem. Elég rossz a településnek ez a bizonytalanság, ezt én is így érzem. Az Ördbicskével kapcsolatban éppen tegnap is egyeztettem az igazgatóra, a múlt héten is személyesen egyeztettem. Ez megint csak egy olyan kérdés, ami nagyon nehezen kezelhető az ő részükről is. Azt meghatározza a törvény, hogy el kell vinniük a zöld hulladékot, azt nem, hogy milyen formában. Ők azt a rendszert gondolták ki, hogy is már nem működik, hogy minden család 10 zsákot kaphat. Mert hogy van olyan utca, ahol kis fák vannak és elég egy zsák az utcai zöld hulladéknak. Van, ahol például nálunk a Kossuth-Lajos utcában, ahol 100 zsák is kevés lenne körülbelül egy ingatlanhoz. Megmondom, hogy én hogy csinálom egyébként. Én legerevézem szépen az udvarba, a kert végébe a zöld hulladékot és komposztálom. Az idei évben valahogy olyan volt a klíma, hogy egy év alatt gyönyörű húsz keletkezett, még a kisebb aljakból is. És azon nagyon jól lehet táplálni a talajt. Az a helyzet, hogy azért abban is gondoljunk bele, hogy a környezetszennyezésnek az egy nagyon kifinomult módja a zöld hulladék elszállítása. Tehát a ősrobbanás óta az emberiség megoldotta a zavar kérdést. Még Pilis Csabán 2-3 éve történik az, hogy elvisszük a zöld vagyont, tehát a zöld hulladékot Pilis Csabáról.
tudni kell, hogy amikor egy ilyen kukás autó végigmegy a településen, akkor elmondta az őrvisi igazgatója, 100 litert fogyaszt 100 kilométeren. Tehát amíg egy normális autó 6-7-8-9 litert fogyaszt, addig 100 litert fogyaszt az autó, pöfögik ki az utcára, és utána pedig elszállítják Bicskére, meg Vörösvárra, nem tudom én, a humuszt Pilis Csabáról, és ott miután meg nem tudják eladni, mert senkinek sem kell. Tehát ez egy elég képtelen helyzet, és én mindenkit buzítanék arra, hogy komposztáljon, amennyire csak tud. Megértem, ha nem mindenki tudja ezt megtenni, mert nincs helye, mert nincs lehetősége erre. Az idei évben is úgy fogjuk kezelni a kérdést, mint az elmúlt két évben. Erről megállapodtam az igazgatóra, hogy el fogják vinni a kitett zsákokat. Tehát ennek meg fogjuk találni a módját, hogy milyen formában, vagy az lesz, hogy bizonyos mennyiség matricát adnak, és azokat rárakjuk a zsákokra, és úgy viszik el a szállítók, vagy egyéb módon tavalyi évben egy nagyon kedvező árban tudtunk megállapodni a hátralévő zöld hulladékról. Ő most azt kérte tőlem, hogy számoljuk meg, hogy körülbelül hány zsák van most kitéve. Biztos vagyok benne, hogy a hétvégén is fog keletkezni zöld hulladék, tehát valószínűleg ezt majd felül kell írnunk ezt az adatot. És az viszont tudható, hogy átalakult a hulladékszállításnak a rendszere. A Nemzeti Közműszolgáltató veszi át a számlázást és a koordinálást. A jövő évtől minden hónapban lesz zöld hulladékszállítás, tehát erre lehet számítani. Panaszoltam azt is neki, hogy nincs megfelelő tájékoztatás. Gyakorlatilag például a ti oldalatokon derül az ki, hogy mikor lesz a következő szállítás, mert próbálják a lakók levesni a korábban beadott cetliről, hogy mikor is lesz a következő. Azt mondták, hogy jövő évtől ez rendezetten fog menni, meg a bízom benne, tényleg így lesz. Reménykedjük. Következő kérdező. Sziasztok, Rajzon Zoltán vagyok. Én nekem az ügyelettel ennek kapcsolatos az egyik kérdésem. A mai információk az alkoholgárosokkal osztotta meg velünk, hogy a kedves háziorvosok Pilis Csabát nem hajlandóak vagy nem képesek átadni reggel 7-től este 7-ig tartó időszakot. Erre vagyok kíváncsi, hogy ezt meddig tűri még maga a hivatal. Ha nincs esetleg valami jogi eszköz a kezükben, hogy azt tudják orvosnak, hogy mely külön céget kelljen felvenni, hogy alkalmazni esetleg, hogy az ügyeletet ellássa, hanem hogy Pilis Vörösvárhoz mi hamarabb csatlakozni tudjunk, akár január 1-jével. Ez lenne az első kérdés. A második pedig a gyalogát kerülhelyekkel lenne kapcsolatos. András, ezt kifejezetten nektek tenném fel. Kíváncsi lennék rá, kettő darabra lenne nagyon igény. Az egyik a Pázmány felé, a Big Shop, Szent István pizzéria közé, a gyalogos átkelés a két buszon álló között. A másik pedig az Új utcához lenne szükséges. Nem tudom, milyen lépések történtek az ügyben, és van-e valami haladás. Köszönöm szépen a kérdést. Az elsőre engedjék meg, hogy a polgármester asszony gondolatait felolvasom ezzel kapcsolatban. A polgármester asszony kértem meg, hogy egészségügyi kérdésekben segítse a munkámat. Azt írta le, hogy Pilis Vörösvári orvosi ügyelethez való visszacsatlakozásunk alapvető feltétele, hogy délután 4 órától másnap reggel 8 óraig vállalják az ügyeleti ellátást. Ez jelenleg is este 7-től reggel 7-ig tart. Több település jelezte, hogy jobb lenne így, de elsősorban a Pilis Csaba érdeke, hogy az ügyeleti ellátás ebben az intervallumban valósuljon meg, de a házi orvosok rendelési és rendelkezés állási ideje reggel 8-tól délután 4-ig tart. Nem lehet kikényszeríteni, ez már többször felvetődött kérdés volt. Az országos mentőszolgálat jelenleg számos helyen leadja az orvosügyeleti ellátást, mivel a saját mentőszolgálati feladatainak ellátását kell 100%-os biztonságban ellátnia, és orvos hiány van. Indikatív árajánlat bekérése folyik olyan cégtől, aki ezt az orvosügyeleti ellátást biztosítani tudja, erre a Pest megyében már bevált módszerre van példa, jól működnek az orvosügyeleti ellátásban. Felkértem polgármester urat, hogy Zsámbékváros polgármesterének jelezze, hogy a jelenleg fennálló szerződést módosítani szeretnék, a szerződésünk éves elfogadást és szerződésbontást tesz lehetővé, ezért a felmondás tekintetében 120 napos felmondási időt tegyenek lehetővé, mert ezzel a jövő évben lehetőségünk adódhat évközben a változtatásra.
Az árajánl bekérés tartalma kifejezetten Pilis Csabára szól, állandó lakos kb. 8100 fő, ehhez hozzáadódik az egyetemisták és más nem állandó lakcímmel rendelkező, de Pilis Csabán élő lakosok ellátási szolgálata. Az ajánlat tartalmazza majd ennek a tárgy és személyi feltételeit, a várható költségek alapján viszont elképzelhető, hogy az éves összeg miatt közbeszerzési kötelezettsége is fennállt az önkormányzatnak. Ezzel együttőben várjuk az OMS ajánlatát is, kiegészítve azzal, hogy szeretnénk a gyermekorvosi ügyeletet is ellátnának, melyet a Pilis Csabai korfa ismeretében kifejezetten előnyösnek tartanánk, 1000 fő felett gyermek létszámmal. Tehát nagyjából ebben benne vannak az információk. Tehát azt tudni, hogy az egészségügy súlyos válságban van. Tehát az orvosok, a kevés orvos van az országban, rengetegen kimentek külföldre, Németországba, Angliába, és az a kevés orvos, az nem tudom én, 24 órában dolgozik, teljesen túlterheltek, és az országos mentőszolgálat pedig egyszerűen próbál minket lerázni, mert bocsánat, tehát Vörösvárra nem nagyon akarnak minket átvenni. Az ebből az anyagból is kiderül, egyszerűen nincs emberük, és orvosi ügyeletet pluszban senki nem vállal, mert egyszerűen nem tudnak jobban osztódni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon sok kört kell még ez ügyben futnunk. Ezeket a lépéseket megtesszük és megtettük, amik itt is olvashatók. Nem egyszerű kérdés. Tehát egy olyan problémára tapítottál rá, amit nagyon nehéz lesz megoldani. Hogyha a saját hatáskörben akarjuk megoldani, vagy a mostani szolgáltatást jelentősen javítani akarjuk, akkor az nagyon komoly anyagi ráfordítást igényel. Tehát lehet, hogy... Kérdeztek vissza, hogyha esetleg a cég marad, hogy külső céget szeretnétek behozni, akkor az helyben fog üzemelni, vagy szolgálati oldalban fogják ellátni? Lehet, hogy be tudna jobban válaszolni. Csak azért kérdezem, mert akkor annak plusz költsége van, hogyha ugyanúgy állnak ki zsármékról, és nincs hova menjél, akkor teljesen felesleges egy céget alkalmazni, én úgy gondolom. Bocsánat, jegyzőnök átadom a szót. Köszönöm, polgármester. Arról van szó, hogyha meg tudjuk oldani helyben, tehát adott esetben az orvosi rendelőnk kibővítésével, vagy azon belül, akkor elképzelhető, hogy az orvosi ügyelet helyben valósul meg. És most igazából a kollégusnak azt mondja, hogy ez a terve, tehát hogy helyben valósítsuk meg. Adott esetben akár úgy is, hogy innen helyből állna le még egy vagy két környező települést is. De innen helyből. Jó, köszönöm. Köszönöm. Ha már külső cég is nézhetünk, köszönöm akkor szépen. Más? A gyalogos átkelő? Egy gyalogos átkelő, másik kérdés, igen. Ezt a képviselőtársaság is tanúsítatják. Országgyűlési képviselő bekérte azt, hogy milyen beruházásokat szeretnénk itt a közút területén, és Csabán, ezt be is adtuk, és köztük voltak ezek a kérések is. Illetőleg szintén egy ciklusokon átívelő kérdés, és biztos, hogy az elődeim is lobbiztak ezért, de az idén már többször írtam a Fejlesztési Minisztériumnak annak érdekében, hogy pont a Big Shopnál, a Pepispet benzinkútnál lévő kereszteződésre kész vannak a tervei, azt csinálják meg. Tehát ahogy az idejében megvalósult a Balcsi, nagyon szeretném, hogyha jövőre vagy jövő év után ez a beruházás is meg tudna valósítani, ami zebrákkal, járdákkal, kanyarodósával oldaná meg ezt a problémát, ez egy több éves terv, ez régen készen van. Tehát én nagyon bízom benne, hogy lesz valami pénz, mert országgyűlési képviselő kifejezetten kérte, hogy küldjük be ezeket. Benne van persze a Garancsi úti problémáktól kezdve minden, ami Pilis Csabát érinti ebben a kérdésben. Polgármester úr, még azzal kiegészíteném, hogy most hetekben a közbűbe indult egy kicsit, tehát elkezdték meg az engedélyezési eljárását ennek a Kenderes úti lábás kereszteződésnek. Tehát várhatóan tavasszal talán megvalósul. Minden esetben az engedélyeket kiadtuk hozzá magunk részéről. Köszönöm szépen. Más ehhez hozzászólni a testület részéről. Nem, akkor következő ki. Sándor, itt vagyok, és a helyi utcában lakom. Nem tudom, hogy ez a Kenderesi úti lámpás kereszteződés, ez busz
megálló áthelyezéssel jár-e. Mert akkor nem oldottunk meg semmit. Jó. Akkor az lenne a határozott kérdésem, hogy ezt oldják meg azt a zebrát a buszmegállóban. Én annak idején a közúttal hosszasan leveleztem az ügyfel, ők pedig hosszasan felsorolták, hogy én mit tegyek, hogy ott szebben legyen. Úgy gondolom, hogy az az érvük, amiben ők ezt elutasították, hogy csak járt a szigetes szerkát lehet építeni, és az ott nem fér el. Ez nem igaz. Vörösváron számtalan nem járt a szigetes zebra van. Tehát ezt valahogyan meg kell oldani. Én annak idején, amikor a Vörösváron rengeteg van. Most adtak át egyet. Kifejezetten. A Szent Erzsébet otthontól visszák körülbelül 100 ember méterre. Tehát ugyanezen a kisvasúton van, tehát itt nem mondhatják, hogy nem lehet. Azt egyszerűen meg kell oldani a gyerekek, mennek haza délben az iskolából, és kamionok közt lavíroznak. És hogyha már 10-es út, akkor kérdésem lenne az, hogy lehet-e a rendőrséggel együttműködni és buzdítani őket arra, hogy az Aldinál mérjenek. Ott 50-nel lehet menni. Két halálos baleset volt csak az idén. 50-nel lehet menni. 50-nel. Egészen a Turistava település végéig. Illetve, hogy lenne arra kapacitása a mi rendőrségünknek, rendőreiknek, hogy néha leintenék azokat, akik az Aldinál a kanyarodottságban előznek. Tehát, hogy erre van-e Kris Csabának bármilyen lehetősége, hogy ezeket a notórius sávon előző potenciális gyilkosokat leállítsa? Szakkérdésekről van szó, szakemberek. Jó, és akkor a mikrofon, akkor egy másik, ez volt a közéletértek, ez az erről és a tízes út. A másik pedig hegyutcai lakosként képviselem az összes hegyutcait, hó eltakarítás. Nagyra értékeljük, hogy feljöttek a közmunkások tavaly, meg azt is, hogy sót is kaptunk. Bizonyos hómennyiség után ez nem megoldás, és nem fogadjuk el azt, hogy a hókotrónak lapátot kell cserélnie. A lapátot kell cserélnie, hogy cserélje. Ezzel kapcsolatban lenne egy ötletem, ami megnyugtató lenne, az, hogy írja ki az önkormányzat a hókotrónak a menetrendjét, és akkor tudjuk azt, hogy mikor kerülünk sorra, belátjuk, hogy nem ez a legfontosabb utca. Előfordul az, hogy már napok óta nem esik a hó, és napok óta nem jár a hókotról, de az ember akkor se jön föl. Ez a kérdés. Megpróbálok válaszolni az utolsóra először, aztán megyünk vissza. Hóeltakarítás ügyben tavaly évben egy korábban nálunk nem szolgáló vállalkozó végezte a hóeltakarítást. Ugye most az idei évtől vissza fogunk térni a Skarabona Transpert Kft.-hez, aki korábbi években is végezte. Bízom benne, hogy más lesz a hajlandóság a behajtást illetően, de alapvetően azt tudni kell, aki nem ismeri a hegy utcát, hogy egy rendkívül szűk utcáról beszélünk. Ahol egyébként a teherforgalom az majdnem lehetetlen módon tud csak közlekedni. Azt, hogy milyen sorrendben történik az utcáknak a kotlása, erre van egy belső szabályzat. Nincs akadálya szerintem, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, de azzal az célul csak, hogy tájékoztató jellegű, mert ugye a viszont követeléseknek ilyenkor azért gyorsan eljön az ideje. Lehet benne ráció, de sok esetben előfordult az a tavalyi évben is, hogy műszaki hibák miatt ugye mondhatjuk azt, hogy a hókotró nem működött, másikra kellett átállni, hogyan tudta elindítani. Ezért próbálunk most visszatérni a korábbi szolgáltatóhoz, ő tavalyi évben egyáltalán nem vállalt hókotrást, tehát bízom benne, hogy ez a része is megoldódik. A zebrákra reagálni egy-két gondolatot, meg arra, hogy Vörösváron mit lehet, mit nem. Külön kategória 10-es számú főút,
és külön kategória minden egyéb, nem úgy mondom, külön kategória a főút, és külön kategória minden egyéb állami kezelésű út. A főútakon külön szabályok vannak a zebrák dolgátkövelyek telepítésére, és a ominózus két busz megálló közötti gyalogátkelő helynek a problémája az egészen majdnem 10 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor egy építési, engedélyezési eljárás során a Magyar Közút egy helyszíni szemlét hirdetett oda, konkrétan a két busz megálló közé, és érintett lakók tiltakozása, akik ott laknak, jelezték, hogy a kerék nyomok közelebb kerülnek a járdasziget kiépítése miatt, és ezért ők mindent megtesznek azért, hogy a gyalogátkelőhely ne létesüljön. Ugye ez azt jelentett, hogy a középső elválasztó sziget, ami a Mária partnál utcánál épült meg végül, tehát az eredeti helye az itt lett volna a két busz megálló között. A problémát azt okozza, hogy miután megépült a Mária Park végén, és van egy a Kenderesi útnál is, van egy másik szigorú szabály, és a közút előszeretettel alkalmazza azért, hogy neki minél kevesebb beruházást kelljen eszközölni, ezek a gyalogátkelőhelyek minimális távolsága. És ugye ez a másik dolog, amire hivatkozni szoktak. Vörösváron a szabályozási szélesség az alacsonyabb, mint a minimális sebesség írt. Ugye ezért külön engedéllyel Vörösvár megkapta azt a lehetőséget, hogy nem kell járni szíve. Az elmúlt két évben legalább 5-ször vagy 6-szor volt kint a közúttól több döntéshozó, két osztályvezető, üzemeltetési igazgató, és minden alkalommal feltettük a kérdést, mind az új utca tekintetében, mind pedig a gyalogátkelőhely a két busz megálló között, és a válasz mindig egyértelműen az volt, hogy csak abban az esetben támogatják, hogyha gyalogos szigettel együtt épül ki. Tehát nincs elzárkózás abban a tekintetben, hogy a távolságot be kellene tartani, de abban a tekintetben van, hogy kifejezetten a szigetes megoldást támogatják, semmi mást. És nem járulnak hozzá máshoz. Ezért fordult András országgyűlési képviselőnkhöz, hogy ha lehet, akkor forrásbiztosítás történjen, ugyanis a kettő között na, elég nagy a különbség. Nagyságrendileg 2-3 millió forintból megoldható egy klasszikus gyalogátkelőhely, és most már olyan 25 millió körül van egy szigetes gyalogátkelőhelynek a kiépítése. Jó, tehát ez a válasz, folyamatosan próbáljuk a nyomást gyakorolni ebben az ügyben, de nem tudjuk önerőből a járdaszigeteseket megoldani, mert az csomópont átépítéssel jár az egyik esetben, a másik esetben pedig egyébként nem tudom, hogy kinek a feladata lenne, elvileg a miénk szerintem, de közút területre kellene egy gyalogátkelő helyet építenünk, ugye majdnem hogy a teljes szakaszon, csak ahhoz az árkat be kéne fedni ugye, a buszmegállók környezetében. Tehát az a beruházás, az pedig egy több száz millió beruházás. Ha lesz pályázat, közlekedés biztonsága, amivel épültek az eddigi szigetes gyalogátkelőhelyek, azokon indulni fogunk, és azt gondolom, hogy feltételeket, ahogy akkor biztosítottuk, most is fogjuk és nyerni is fogunk azokon. Lesz jövőre ilyen pályázat egyébként. És Gyulának átadom a szót, mert a rendőrségi ellenőrzésre reflektál. Köszönöm szépen. Valóban történt több baleset az Aladinál, de szerencsére egyik sem volt halálos. Kettő halálos. Idén két halálos baleset. Igen, jó. Egy idősokon volt ki az bácsi, és most pedig egy. Azt nem tudom, hogy önnek már felbocsánat. Valóban az idős bácsi volt. Jó. Valóban rendőrállomást lehetne telepíteni az Aladi kereszteződésbe, ez lenne az egyetlen egy megoldás. Mert egyszerűen annyi őrült közlekedik a kanyarodósában is előzés, nem tartja be a szabályokat, hogy az a éjjel-nappal rendőr kellene. Pilis Csobának nincs éjjel-nappal rendőre, kettő közleti megbízott teljesít szolgálatot Pilis Csobán, derekasan ellátják a munkájukat, ezt az önkormányzat tudja még havi 250 óra plusz szolgálattal megtoldja, tehát az önkormányzat még másodállásban foglalkoztatja vissza ugyanezeket a rendőr kollégákat. Ekkor csak Pilis Csaba területén szigorúan közterületi szolgálatot látnak el. Szoktak mérni Pilis Csabán, hozzátartozik az igazsághoz, a teljes budaörsi rendőrkapitányság területén egy darab trafipaxos mérőeszköz van, ami azt jelenti, hogy budaörsi rendőrkapitányság hozzátartozik
30-40 település tartozik. Ez az egy mérőeszköz kering ebben a régióban. Ezt a Pilisvörösvári rendőrös egy hónapban, pár napra, egy meghatározott időszakban kapja meg, amit most nem fogok elárulni, mi ez, és akkor rendszeresen egész nap működik is. A Vörösvári rendőrös területen is 8 község van, mindegyik községben igény a Trafipax jelenléte, tehát ebben az időszakban mondjuk egy hetes intervallumban Piliscsovára 2-4 óra sebességmérés idő jut. Ezt igyekeznek a kollégák kihasználni, és akkor vérnek is. Ugye most már nem annyira látványos a mérés, hiszen ha megáll a rendőrautó, sokszor nem is látjuk benne a trafipaxot, most már nem állítják meg ugye a szabálysértőt, hanem egyszerűen csak Szombathelyről majd egyszer jön a csekk, és akkor ezt befizetik. A megoldás, én már vázoltam szintén közbiztonsági kiadás, amit én nagyon szeretek tolni a költségvetésbe, egy saját trafipax, Piliscsován egy saját trafipax, amire van lehetőség, hogy az önkormányzat sebességmérő készüléket vásároljon. Csupán nem üzemeltethetjük, csak csupán a rendőrök üzemeltethetik, és sajnos a bevétel sem Piliscsováé, hanem megy a nagy kalapba. Ettől függetlenül valószínűleg, ha lenne egy saját készülékünk, akkor megnőne ez az óraszám, amit a radarozással lehet tölteni. Hozzátartozik az igazsághoz, mindenki ismeri az ország helyzetét. A kettő rendőrből egyet a hónapban egy hét időtartamra elvezélnek határszolgálatra, és ez sajnos nem kívánságműsor, minden rendőrnek ma Magyarországon, aki közszereti szolgálatot lát el, a határon kell bizonyos időszakonként mennie, nem kivétel ez alól sajnos a piliscsovai rendőr sem. Ha lesz saját trafipaxunk, akkor többet tudnak mérni. Szoktak egyébként álló ellenőrzést is végezni, és sok esetben láttam azt, illetve közös szolgálat során tapasztaltam, hogy igenis kiszedik a kanyarodósában előzőket, de annyi van, hogy egyszerűen éjjel-nappal ott ne lehet lenni. Ez felelőtlen életveszélyes magatartás, amit tanúsítanak polgártársaink, de ügyesében nincs orvosság. Ezzel kapcsolatban ott viszont van egy kamera. Nem tudom, hogy kiüzemeltetés annak a képei alapján nem lehet feljelentéseket tenni esetleg? Az egy forgalom számláló magyar közút által üzemeltetett webkamera. Semmi. Tehát annyi, hogy te rá tudsz otthon nézni, hogy milyen forgalom van éppen az adott útszakaszon. Azon kívül nem rögzít. Sokszor mondtam, hogy ez rögzítés nem szabad előzni, de most elárultam, de egyébként nem, sajnos nem. Nincs bizonyító ereje. Kérni fogom a helyi rendőrös vezetőjét, hogy többször az ilyen jó a rendőr, ezt meg fogom tenni mindenképpen. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést és a válaszokat is. A következő kérdező, Zoltán. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van három orvosi körzet nálunk. Az egyik körzetben megoldják azt, hogy a vért leveszik és beküldik Piliscsovára, hogy ezt nem lehet esetleg valamilyen formában kiterjeszteni a többi körzetre, hogy ne kelljen napokat, heteket várni, utazni. Tehát, hogy valamilyen formában ez megoldható lenne az egyik körzetben. Köszönöm szépen. Szerintem, hogy ezt kérik a másik két között orvos, hogy nem lehet akadálya. Ezt az önkormányzat látja a saját autójával ezt a vérszállítást Vörösvárra. Nem. Rajtunk nem mondik. Az orvosoktól kell, pár orvostól kell kérni, hogy ezt ők csinálják meg, vagy éppen ugye az elutazott, hogy utazzanak át Vörösvárra. Hát, hogy azt a... Ezt nem tudom, ezt tudjuk kell megérni, felírom a kérdést, és próbáljuk el a választ találni. Külön a Szent Virágon is így, hogy az orvos ügyet előbehetett egyszer lesznek kérdés, és elküldik. Hát a
hogy a Bálint levelte, akinek ez működik, ez a dolog, és az önkormányzat autója szállítja el. Tehát, hogy segítünk ebben. Tehát meg lehet ezt szervezni, hogy... Csak hogy ezt a lakosságnak kell, hogy kényként valakinek beadni, vagy az önkormányzat, beszélünk velük, jó, hogy ezt felírtam a kérdést. Következő kérdezem. Jelenleg Bráncsás. Bácsák érde vagyok, Berek utca 2-ben lakom. Polgármester úr, végig hallgat velünk. Picikét meglepődtem, amikor azt mondta, hogy Bacsit megcsináltuk. Bacsi elkészült. Bacsi készen van. Ami hiányolok, és ott nagyon sokan hiányolják, ami évtizedig működött a Bacsi, és a tízes út majd tudom a keresztelődésében, két-három feljebb a Bajcsi felé, egy rászerkezet, amelyik a Bajcsi lezúduló vizet felfogta, és bevezette abba a patakba, amit most a választásokat sikerült gyorsan beton elemekkel kibélelni. Tehát ha nem csinálják, előbb-utóbb ebben a tragédia. Én minden reggel 48-kor indulok otthonról, és megjárom a magam útját. És első alkalmával elszomorító, hogy a két gyereket az anyának, aki óvodába vitte őket, haza kellett vinni átöltöztetni, mert a bolt, kormos bolt és a sarok közötti területen szinte fürdésre locsolta le a kamion a gyerekeket. Akik ott állnak a sarkon, azokat is. Az első RSZ, ami bevezeti a vizet ebbe a kis árokba, az Batonyban a kormosból terült van. Nem csak az úton, a járdán is önpöljük a víz lefelé. És önpöljük a víz végig a fő utcán. A busz megállóba, még értem, már valamit csinálnak, ott ki van mosva, a június, vagy esetése folytán, el kellene mondanom, oda egy kavicsot nem vittek, hogy legalább azokat a gödröket, hogy eltüntessék, ami van. Akik a buszról leszállnak, ne botorkáljanak ottan, akik lefelé haladnak. El kellene mondani, hogy a Berek utcában fölfelé még nem jól látják, én látom, hogy hány apró gyereket hoznak, babakocsikkal átmennek a túlsót, és ott kellene itt menni. És senki nem töltik azzal, ez a rászerkezet visszakérüljön, mert egy fontos feladata volt, hogy a lezúduló vizet megfogja. Kőben úgy lesz, mint volt már, bár most nem tudok mondani semmit, mert még nem láttam nagy esélyt ottan az aszfaltozás óta, de gondolom, hogy nem fog ez a víz is befolyni abba a záróba, amit önök, abba a csatornarendszerben, amit önök most fel sem újítottak, és mintha mi sem történne, holott abba a csatornarendszerben bizony aztán van rám, mint akkora, hogy csak meg kéne lesni, mikor oda bevezetve. Mint hogy bevezetik a Szent Csatorn, a Szent Gödörnek a vizét a záróba is. Jelentések az önkormányzat felé. Ez egy másik téma lesz különben majd. Hogy mi lesz a kiépített szennyvízrendszerrel, Pilis-Csepán. Nagyon szépen kérem önöket, hogy intézkedjenek ebbe. Megbízom a közbiztoság tanácsnokában, hogy valaki ezt lépni fog, de nem majd, hanem a legsérülésebből. Közbiztonság is megütött polgármester úr, azt mondta, hogy az egyik legbiztonságosabb település az ország a Pilis-Csaba. Polgármester úr, ha bajról nem beszélünk, és meg a tragédiáról, a kettő között nagy különbség van különben, az nem azt jelenti, hogy nincsen. Bár aki megírhatta volna a közbiztonság tanácsnokat, legalább egy-két sorba, nem tette meg. Pedig ez egyik legsúlyabb bűncselekmény, majdnem tragédia a dorkon Pilis-Csabán. Ennél
szomorú bűncselekményt házaspár ellen, gyerekek, család ellen az országok keveset követnek el. Tehát mikor önök azt mondják, hogy ez egy kőtűző település, én bizony nem merném ezt mondani, kijelentők egyértelműen. Ha csak ez az egy történt volna, amiről szót sem ejtettek. Biztos megvan az oka, hogy Simon úr erről én nem nyilatkozott, valószínűleg tartom, hogy hát nem szabad neki nyilatkozni róla. Pedig megtörtént, ön is nagyon jól tudja. Második, egy harmadik dolgot kezdett, onnan jönnek. Azt kérem, hogy ez röviden, tehát előzetesen megbeszéltek szerint a témákat röviden vezesse fel. Szóljon bele, hogy vegyen a hangot, vagy hogy a polgármester úr, akkor amikor úgy gondolja, hogy feleséges. A Berek utcáról beszélek újra, de énnek már nem is merem mondani, mert belepírul olyan vörös, ha én szólok erről egy problémát is. Az idén, azért mondom, hogy most már énnek nem merem mondani, hiszen a falu jegyzője, aki tulajdonképpen léphetnek a dologba, hát úgy hiszem, hogy impotensebb a tárgyból. Abszolút. A Berek utcába, Iskola utcába és a Kálvár utcába nem is kell már elmondom önnek, igazán előző hivatal, ön a tanulja, tanulja, tudja, hogy önnek szóltam, hogy a templom téren közel a Nemzeti Iskolához húgyok az egyik, pedig eső nem volt, emlékszik rá, pedig eső nem volt. Nem olyan régen, egy-két évvel ezelőtt a Kálvár utcán tört fel, közel a Garancsi úton, az enyhén, az úton. A Berek utcában az idén 12 alkalommal tört fel a szennyvíz. De nem ám, hogy ön mondja, hogy a csapadék ízzel kevett ki szennyvíz. Ön nagyon jól tudja, hogy van a Berek utcában egy lakás, aki előtt ott van kint, félig meddig közterületen, a visszacsapója, amit még a főváros vízműve cserélt ki, ami nem működött, többieknek kicserélték, ők elköltöztek, elmondtam ezt ennek. Most a jegyző úrnak is elmondom, biztos hallja is. Első alkalmával egy picikét is visszatúzzad. Már a sön túl tömény fekália ömlik a Berek utcába. Ön is az alpolgármester kiért a hívásomra oda. Miután itt bent önnel és a jegyző úrral az ön szobájában beszéltünk. És azt mondtam, képtelenség elviselni már. Gyerekkorom óta dolgozom a Berek utcai 35-ös helyzetszámú telken, amit önök most meg akarnak adóztatni. A szennyvíz, a sűrű fekália az utcafront kerítésen belül természetesen az orka, a ribizmi bokraimat befedi, keményen mondom önnek. A vécépapír és a szar, ott is ott volt, kínálgatom is önnel, szíveskedjék, én hozok önnek, kóstolják már meg ezt. Mit gondolnak, mégis elviselhető ez? Mert így ezt nem is a Berek utca lakóinak. Milyen stíluson finom is egy kicsit, hát azért... Na. Van még kérdése? Van még. Hány kérdés van még? Szeretném megkérdezni, hogy mi történik a szállás utcában? Mi történt vele azzal az 5,5 hektárral, amit az előző önkormányzatok sportcéljára jelöltek ki. Az elmúlt időszakban bejártam a tervezet is a szállások egyetemben az egészen, és meg voltam lepődve, ki van írva a nagy táblára, magánterület. Tessék már nekem mondani, mióta lett az magánterület? Nem a községem már az a terület? Nem az önkormányzat a tulajdonos ottan már? Ki az a magánember már? Elpasszolták. Miközben azt olvasom a másik végén, hogy 171.000 négyzetméter beruházásra alkalmas teret keresi a gazdát. De röviden most már be fogom fejezni. De bejártam az állambölgyet is, polgármester, amikor kiírta a papír október 26-án az adófizetését. Elmondom önnek azon a 20 hektáros területen 12 házban. 12 épület. A hivatalon megkérdeztem a sok kijelölt, meg ki vannak jelölt a tereket, amik eladó. Nagyon sok. Azok mennyit fizetnek? Mennyi adó fizetnek azok? Az volt a válasz, hogy én azért van az ürterület, ten fekszépület, azért nem kell fizetni. Tessék mondani nekem is a házatért, hogy mit fizetnek? Azt mondja, hogy semmi. Hát ma hogy?
Az, hogy a bárányok mind alma tárolók. A hivatal dolgozója. Miközben tőlük, polgármester úr, igen, tisztelt Gyertyó úr, 110 négyzetméteres telekről is, ami 400 négyzetméter, bekívánja hajtani az adót is, nekem nem az adóban van a problémám, addig röhög rajtunk a világ, önöken is, meg rajtunk is, hogy ezeken a területeken vígan élhetnek az emberek 3-400 négyzetméteres épületekkel, és nem fizetik, nem fizetnek adót érte. Mert az hozzájárulnak önök, hogy ez egy almatáról legyen ezek a őrült világok. Köszönöm a kérdéseket, akkor gyorsan próbálok válaszolni. Tehát a vízelvezetési probléma, majd meg kell, hogy a szakmai észre egészítsétek ki. Ez a rács ez nem most tűnt el onnan, hanem még a csóvópont kialakításán, a balsi beruházás ezt nem érintette ezt a rácsot. Bocsánat, kérdés, azért elégítettem, az első 30 métert nem is csinálták most meg, az már le volt aszfalt. Kész van. A vízelvezetés tekintetében hallott az előadásban, hogy idei évben ennyi minden nem történt még ennek az ügynek az érdekében, tehát 24 millió forintért készítettünk a teljes településre egy vízelvezetési tervet, teljes geodéziai felmérést, kb. 30 évvel meg kellett volna csinálni az önkormányzatnak vagy a tanácsnak annak idején. Tehát most ez alapján el tudjuk kezdeni megoldani a problémát. Az, hogy ne hömpölyögjön le például a Balcsi-Zsinszki úton ennyi víz, azt is följebb kell megoldani. Aztán azt is látta, hogy két konferenciát is hívtunk össze ez ügyben. A mérnöki kamerát ide hívtuk, az országgyűlési képviselőt, a különböző hatóságokat, most tárgyalunk egy közmunkaprogramot. Tehát az önnel való konzultációk is segítettek abban, hogy a problémát részletesen ismerjük, és én teljesen megértem egyébként az ön problémáját, tényleg szörnyű, ami történik a Berek utcában. És éppen ezért a DMRV-t ugye kértük arra, hogy füstöléseket végezzen, végzett is a településen füstöléseket, azoknál az összes ingatlant vizsgálták, ahol illegális bekötés lehet. Sajnos nagyon minimális volt az eredmény, 13 ingatlannál tudták kimutatni füstöléses eljárásra, hogy bekötik a csatornába a szennyvizet, mert olyan trükkös megoldásokkal, visszacsapó szerepekkel, meg hattyúnyakkal oldják meg a kérdést, hogy nem lehet kimutatni, éppen ezért most azt ígérték, hogy festéses eljárással fogják a vizsgálatot folytatni, ami nem védhető ki ilyen módon. A közbiztonsági kérdésre majd Gyula tud válaszolni, adókérdésekre jegyző úr, ahhoz én nem szólhatok hozzá. A Szállás utcánál pedig, tehát vagy az lehet, hogy azon a területen járt, ami régességen magán terület, vagy pedig az lehet, hogy azzal a sorompóval találkozott, amit tavalyi évben helyeztünk el, ugyanis mindenki odahordta a szemetet, és patkány invázió volt már a területen, ezért le kellett zárni, és feltehetőleg ezt a táblát látta, hogy ne hajtsanak be az emberek. Tehát az, továbbra is az az 5,5 hektár, az az önkormányzat tulajdona, csak mivel a jelenlegi hasznosítás az egyedül ideális személytelakás volt, ezt valamiképpen akadályoznunk kellett a adókérdés, közbiztonsági kérdések. Nem lehet képesek megálltatni a szót. Akkor a közbiztonsági tanácsnak megpróbál válaszolni Placsek úr felvetésére. Tisztelt Placsek úr, senki nem akart eltussolni, mondom, a Garancsi úti kiemelt bűncselekményre gondol, a Garancsi úton történtre, ugye faluszerte ismeretes, hogy mi történt, egy családra ugye rátörtek, megkötözték őket, kirabolták őket, megkínozták is egyik csúnya dolgokat bűvöletek vagyunk. Nagyon sajnálatos, de nem csak a Pirisszsóbai Polgárban nem olvashatott róla, hanem egyetlen országos médiában sem. Sem a Híradóban nem láthatta, és sehol, és ennek egyetlen oka volt, hogy a Magyarországon a legkomolyabb bűnügyi szer, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozott a témában. Teljes sajtó és hírzárlat volt elrendelve az ügyben, a nyomozás érdekében. Senki semmit, egy szót sem ejthetett erről, nem vagy sajtóban, de még a rendőrök sem beszélhettek. Ezt valóban nem tettem meg, de azt megtettem, hogy rögtön reggel korán
késő éjszakáig a helyszínen voltam, vigyáztam a lábnyomokra, amit az elkövetők hagytak, hogy ne legyen összetaposva, míg kijönnek a helyszínelők és mintánkat vesznek, utána elemeztem a térfigyelő kamera felvételeit késő éjszakáig, és a rendelkezésre bocsájtottuk rá a nyomozó szerveknek, hogy minden hamarabb meglegyenek az elkövetők. A mai napig nincs hivatalos visszajelzés arról, hogy megvannak, bár egy magasrangú rendőr nem hivatalosan egyszer azt mondta, hogy megvannak az elkövetők. Nem tudom megerősíteni ezt a hírt, cáfolni sem tudom. Friss Csaba, igenis biztonságos település, évente 100 alatt van a bűncselekmények száma, tavaly ez talán 93 volt. Ebben a bűncselekmény számban benne van az ittas vezetéstől kezdve minden. Emlékszik a 90-es évek elejére, 31 napra 32 betörés jutott. Most, ha elvétve 1-1, 2-3, nem tudom mennyi jut havonta, akkor fel vannak az emberek háborodva. Igen, Friss Csaba biztonságos település, ez nagyon sok embernek, nagyon sok évig munkájába került, hogy ez így van, és ennek a fenntartása is napi feladat. Amit úgy gondolom, hogy a rendőreink és a polgárőreink is legjobb tudások szerint végeznek. Az én kollégáim most is itt állnak kint, és biztosítják azt, hogy ne történjen gépkocsi feltörés, és ne rombáljanak meg semmit, amíg itt közben hallgatás van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát először is visszautasítom és kikérem magamnak Placsek úr minősítését. Kezdtem ezzel. A másik az, hogy adóügyben közmeghallgatással nem fogunk senkivel vitatkozni. Egyszerűen azért, mert adott titokról van szó, legyen az akár Placsek Jenőnek az adóügye, legyen akár bármelyikünknek az adóügye, adott titok. Gyakorlatilag csak az érintetre és a hivatalra, az adóhatóságra vonatkozik. A másik pedig, hogy Placsek úrral adóügyben ma egy kb. Negyed órás telefonbeszélgetést folytattam, amióta megmondom őszintén a stílusa és a hangereje miatt jelen pillanatban is segít a fülem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, és áldott adventet kívánok mindenki is a Csabainak ezúton is. Köszönöm.